Sziasztok, Rikári vloggal jelentkezem. A 8. kerületben vagyunk az Orci tér közelében, a Baross utcában, és itt két elveszett vágányt nézünk meg, és annak az érdekességét. Ugye mögöttem van az Orci tér, a trolli végállomás, a busz megálló, és ugye a Baross kocsiszínnek a bejárata, és itt mellettem, vagy alattam látható két vágány. Ez a két vágány a valamikori Baross utcai villamos vonalnak a megmaradt vágánya volt. Majdnem a Kálvária térig megvan ez a két vágány, de most autók parkolnak rajta. Igazából azért maradt meg, mert a Baross kocsiszín kocsi mozgatásaihoz ilyen kihúzó vágányként használták egy időben. Ma már ezek a vágányok használaton kívül vannak, de még itt vannak. Itt egyébként 1953-ban szűnt meg a villamos közlekedés, trolibusz váltotta a villamost, és annak idején a 74-es járt innen az Orci térről a belvárosba. Érdekes hányatott sorsa van a vonalnak, hiszen a trolibuszt megszüntették a 70-es években, egy időben autóbusz közlekedett helyette, 9Y és 109-es, majd a 80-as évektől újra visszakerült ide a trolibusz, a 83-as, és most még a 72-es is közlekedik, de nem ez a videónk mai témája, hanem ezek a vágányok itt. Az érdekessége ezeknek a sineknek, hogy ezek 1924-ben lettek ide beépítve, és egy ma már nem használt sínrendszert, a Harman sínt láthatjuk itt. Ez úgy néz ki, hogy gyakorlatilag egy ikersínes rendszer, látható is, hogy két sínszálból áll, mely között egy távtartót alkalmaznak, és ezt összecsavarozzák. Ritkaság ma már ebből a Harman sínből készült kitérő is, amiből egy darab itt mellettem látható. Hát ilyen kis régi maradványok láthatók itt a városban, ilyen érdekességeket lehet felfedezni. Sokan naponta itt járnak és nem tudják, hogy milyen 100 éves emlékek találhatók itt. Talán minket közlekedés barátokat ezek az apróságok érdekelnek. Van itt egyébként a téren még elveszett sín, a kocsiszínből az Orci út felé van egy összekötő vágány, ami már használaton kívül van, de még be van építve, felső vezeték már nincs fölötte. Hát köszönöm, hogy ezt a kurta vlogot is megnéztétek, tartsatok velem legközelebb is, sziasztok! Csüssz!